Eddig időtartományban vizsgáltuk a jeleinket, de most át fogunk térni frekvenciatartományba. Az oszcilloszkópon egy csodálatos négyszögjel látható. Mint ahogy ezt tudjátok, a négyszögjeleket elő lehet állítani szinuszok és koszinuszok összegeként. Ezt pedig a Fourier transzformáció segítségével tudjuk megtenni. Az oszcilloszkópon erre az FFT gomb szolgál, ami Fast Fourier Transformation-t jelent. De hogyha ezt az FFT-t bekapcsolom, akkor nem lesz olyan szép jelem elsőre. Ez abból adódik, hogy egy 1 kHz-es négyszögjelet vizsgálok. Hogyha itt megnézitek, itt alul, ugye most a közepe az a spektrumomnak 4,77 MHz-nél van, és 10 MHz-es átfogás van rajta. Ugye miután 1 kHz-es jelen van, ebből ezen a tartományon itt semmi nem látszik. Ezért van arra szükség, hogy az időléptékemet visszavegyem. Ezt úgy tehetem meg, hogyha visszatérek az időtartományba, és az időléptéket így lejjebb veszem, aztán megint visszatérek ide, a frekvenciatartományba, és itt jobban beleközelítek a jelenbe. És a beállítás után sokkal jobban látszanak a vonalak, amik jelzik, hogy az adott frekvenciákon milyen összetevői voltak az eredeti négyszögjelünknek. És végül néhány részlet az FFT megjelenítésnek a rejtelmeivel kapcsolatosan. Amint látjátok, itt látható ez a spektrumképünk, ennek a függőleges skálája most logaritmikus, ez azt jelenti, hogy dBm mennyiségben jelenítjük meg, ez azt jelenti, hogy decibelben 1 milliwatthoz viszonyítva láthatjuk az egyes spektrumvonalatnak a szintjét. Természetesen szintén még decibelben, de 1 volthoz képest is kijelezhetjük a különböző összetevőknek az erősségét, spektrális összetevőknek az erősségét, illetve bekapcsolhatunk a műszerem lineáris megjelenítést is, az, amikor effektív feszültséget tüntet fel a berendezés. Ilyenkor a függőleges skála már lineáris. A lineáris megjelenítésnek a logaritmikussal szemben az a hátránya, hogy sokkal kisebb tartományt fog át, tehát bizonyos jelrészletek, kis amplitúdú részletek nem jönnek ki olyan szépen, mint logaritmikus megjelenítés esetén, de hogyha bármilyen munka során esetleg valakinek szűkebb amplitúdú tartományban kell pontosan mérnie, akkor ez szintén tökéletesen megfelelő oda. Az FFT-hez két nagyon fontos részlet hozzátartozik még. Egyrészt magán a műszeren ki tudjuk választani, hogy hány pontból készüljön maga ez az FFT felbontás. Minél magasabb pontszámból dolgozunk, annál lassabb lesz a műszer működése, viszont annál finomabb spektrális felbontást tudunk kapni. Az FFT pontok számát itt a points menüpont alatt lehet megadni. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy amikor egy spektrumképet kirajzolunk, akkor egy jelnek a spektrális összetevőit ábrázoljuk, vagyis azt mondjuk meg, hogy milyen amplitúdójú színuszos összetevői vannak egy adott hullámnak, egy adott jelalaknak. Ahogy azt Anna említette az előzőekben, a gyors Fourier transzformációval azt határozzuk meg, hogy egy jelnek milyen frekvenciájú színuszos összetevői vannak. Ezt a műszer matematikailag határozza meg jelen esetben, tehát ez itt az alsó görbe, amit jelenleg ábrázolunk, nem egy mérési érték, hanem egy számított valami, egy számított függvény. Ennek a matematikai számításnak különféle mechanizmusai vannak, és különféle hibák csúszhatnak be, attól függően, hogy ezt a matematikai algoritmust hogyan építjük föl. Ennek a FFT számítási hibáknak a minimalizálására, illetve befolyásolására különféle korrekciós matematikai függvényeket be lehet kapcsolni a műszeren. Ez az, amit itt ablaknak hívunk, ablakfüggvénynek, jelen esetben ez a Blackman ablak van bekapcsolva. Gyakorlatban ezt célszerű használni, ez egy olyan korrekciós függvény, amelyikkel a gyakorlati szempontból talán mindenféle értelemben optimális görbét kaphatunk itt alul. Ha ezt átkapcsoljuk, másfajta matematikai optimalizálási számítási mechanizmust kapcsolunk be, akkor ez a megjelenített spektrumképnek az alakját bizonyos esetekben módosíthatja. Én most éppen egy Hanna ablakot állítottam be. Bocsánat, Henning ablakot. Henning ablak is létezik a világon. Itt láthatjátok, hogy itt most talán nem annyira szembetűnő a különbség, de bizonyos spektrális vizsgálatok esetén erősen eltérő eredményeket kaphatunk. Itt a spektrum alajában látható, hogy talán egy kicsit itt szélesebb a most jelen esetben az alja, mint kellene lennie. Ha kiválasztunk egy ilyen négyszög ablakot,
Ez, amikor a rectangle kifejezés a négy szögalmat jelenti, azt, hogy semmilyen korrekciós függvényt nem használunk. Ezzel óvatosan kell bánni, mert ilyenkor kaphatunk, talán viszonylag, ilyenkor kaphatjuk a leghamisabb spektrális számítási értékeket.